megnézzük, hogy tudnak-e már valamit az MSZP eredményváró helyszínén, ahol Balogh Judit kolléganőnk a tudósító. Szervusz Judit, vannak-e már egyáltalán politikus vendégeid, tudtál-e valakivel beszélni, és látták-e a Mondiner alapján most már mindenhol a megjelent számokat, ha valakivel tudtál beszélni? Szervusz Olga, jó estét kívánok a nézőknek! Politikusok nem nagyon vannak itt az MSZP Jókai utcai székházában. Úgy tudjuk, hogy Mesterházy Attila ugyan megérkezett feleségével, de semmilyen formában nem tudtunk vele beszélni, egyelőre nem áll szóba a sajtóval. Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti listájának vezetője tartott egy sajtótájékoztatót egy órával ezelőtt, akkor ugye hivatalosan a részvételi adatokat lehetett tudni. Szanyi Tibor erre azt mondta, hogy ez semmiképpen nem a demokrácia ünnepe, hogy Magyarországon ennyire nagyon kevesen mentek el voksolni. És egyébként megjegyezte, hogy ez nem csak hazánkban probléma, hanem szerinte egész Európában el kell gondolkodni azon, hogy miért mennek el ennyire kevesen ezekre a választásokra. És Szanyi Tibor szerint pont ez a probléma, hogyha kevés ember voksol, akkor ez torz eredményeket szül. Érdekesség, hogy amikor tartott a sajtótájékoztató, pont azokban a percekben jöttek ki az első nem hivatalos eredmények. Senki nem tudta még pontosan ezeknek az eredményeknek a forrását. Mindenesetre természetesen megpróbáltuk erről is megkérdezni Szanyi Tibort, hogy mi a véleménye, hiszen azokból az adatokból az látszik, hogy a Jobbik egyrészt megelőzte az MSZP-t, másrészt pedig az, hogy még korábban Szanyi Tibor akár 5-7 mandátumot is remélt, addig úgy tűnik a jelen helyzet szerint, hogy egy-két mandátumok lehet. Nyilvánvalóan szerettük volna tudni erről Szanyi Tibornak a véleményét, de azt mondta, hogy ameddig nincsenek hivatalos adatok, addig ő semmilyen formában nem kommentálja ezeket az eredményeket. Természetesen, ahogy erről beszélnek, már azonnal jelentkezünk újra. Várjuk is, hogyha valakivel sikerül beszélni, és az adatokat kommentálják, vagy legalábbis nyilatkoznak bármit, és akkor azonnal kapcsolunk.